A leghíresebb magyar sportcsalád újabb tagja indult el a világhírnév felé. Gyarmati Dezső unokája Szilágyi Liliana az IFIK között tavaly már nyert egy Európa-bajnoki ezüstöt, idén azonban már a felnőtt mezőnyben is bemutatkozott, nem is akárhogyan, Debrecenben EB-döntőt úszott. Íme az ország legkülönlegesebb fája, Gyarmati Dezső családfája. A háromszoros olimpiai bajnok pólós felesége, a szintén a nemzet sportolójának választott Széke Éva, lányuk pedig az Európa-bajnok úszó Gyarmati Andrea. Ő a kajakos olimpiai bajnok Hess Mihály felesége lett, gyermekük Hess Máté pedig a junior VB aranyig vitte vízipólósként. De van a családfának egy másik ága is. Gyarmati Dezső második felesége Bara Margit színművésznő, lányuk Eszter pedig a VB és EB döntős úszó Szilágyi Zoltán párja lett. A páratlan családfának pedig itt még nincs vége, hiszen 1996-ban megszületett Szilágyi Liliana. Az alma persze nem esik messze a fájától, ám Lilunál nem volt törvényszerű, hogy úszó lesz, sőt. 8 éves koráig ergézett, ritmikus gimnasztikázott. És 8 éves korában leült velem, és megkérdezte, hogy apu, szeretnék olimpikon lenni, mint te. Melyik sportágban lenne nagyobb esélyem, a ritmikus gimnasztikában, vagy az úszásban? Én azt mondtam neki, az úszásban, úgy gondolom, egy kialakultabb sportág. Azt mondta, jó, akkor holnaptól úszom. Lilu tehát úszó lett, vagyis édesapját követi. Az édesapja pedig őt követi minden edzésre és persze minden versenyre. Liliának vannak bizonyos rituálénk, akár a sapka feladás, akár az előtte lévő pár szó, ami jó útra való is az adott támra. Egyelőre működik. A beszélgetés működött Debrecenben is, ahol Lilu élete első felnőtt EB-jén mindjárt döntőbe jutott. Amikor bevezett a szobájába, és túlesek a milliónyi plüssállat okozta sokkon, ő is azonnal a család fontosságát emeli ki. A két szülő, az anyukám meg az apukám, szóval nagyon fontos az életemben. És azért hozzájön a nagynéném, a nagypapám, nagymamám, úgyhogy... Ők szoktak sporttal kapcsolatosan tanácsokat adni? Persze, EB előtt is kaptam, hogy mit csináljak, hogy csináljam. Nem túl sok már, hogy az összes családtagod megpróbál a kedvedben járni és segíteni? Nem. Én szeretem, hogyha igazából így a középpontban vagyok. Ezért persze meg kell harcolnia, de úgy is mondhatom, van egy családtag, aki ebbe nem hajlandó beletörődni. A húgom állandóan verekszem, megveszekszem. Ki az erősebb? Hát, mivel a húgom kungfúzik, úgyhogy néha tud olyan fogásokat, ami azért megérzem, de hát azért testi fölényben vagyok még, szerencsére. Mennyivel fiatalabb ő? Ő 7 éves most. Vagy 8. 8 éves, igen. Ő tehát még bőven ráér dönteni a jövőjéről. Lilu számára azonban úgy tűnik, már ki van kövezve az út. Liluból mi lesz, ha nagy lesz? Hogy nem boldog ember. Én úgy gondolom, minden adottság és lehetősége megvan arra, hogy ennél szebb eredményt is elérjen, de ha nem, az se baj. Csak a mosoly megmaradjon. Azért elnézve ezt a családfát, úgy gondolom, nekünk is nagyon sok mosolyra lesz még okunk Lilu pályafutása során.